Immár 23. alkalommal kerül sor a makói származású színiszórjásról elnevezett díj átadó ünnepségére. Civil kezdeményezésre Makóváros önkormányzata 2001-ben alapította a Páger Antal színészdíjat, amelynek odaítéléséről szakmai kuratórium dönt. Az öttagú zsűri Hegedűs D. Géza, Kútvölgyi Erzsébet, Szalma Tamás színművészek, valamint Réz András filmesztéta és Gyarmati Antal, Páger Antal unokája alkotják. A filmesztéta megosztotta véleményét a díj rangjáról. Páger díj itt az elmúlt két évtized alatt szerintem meglehetősen komoly díján nőtte ki magát, mint ez a díjazottak személyében is látható. Az én megítélésem szerint a díj felnőtt. És most nem az évek számáról van szó, hanem inkább arról, hogy a Páger díj valamilyen módon reprezentálja a magyar színház és filmművészetben jeleskedő művészeinket, és ráadásul több generáció. Kútvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, aki 2012-ben kapta meg a Páger Antal színészdíjat, örömmel elevenítette fel emlékeit Téni bácsiról és nagyságáról. Téni bácsi mindenki nagyon szerette, tisztelte, és akik együtt játszottak vele, azok soha nem felejtik el. Akik nem voltak olyan szerencsések, mint például a Luki, tehát a Lukács Sándor, vagy én, akik együtt játszottunk vele, azok csak úgy rákérdeznek, hogy mi volt ez a nagy hajcihő a Téni bácsi körül. Hát, azt tudom mondani, hogy nem volt olyan dolog, amit ne tudott volna. Minden évben olyan művésznek ítélik oda az elismerést, akikben még él a págeri hitvallás. Ilyen volt többek között Garas Dezső, Rudolf Péter, Halász Judit, Törőcsik Mari, Kulka János, Hegyi Barbara, Bodrogi Gyula, Szacsvai László és idén Lukács Sándor. A kuratóriumi döntés alapján láttuk benne, és az, hogy igen, 72 óta a Víg Színház tagja, és még most is több színdarabban fellép a Víg Színházban, a Pesti Színházban. Ez alapján azt tudom mondani, hogy igen, tehát az ő arcpoétikája, illetve a nagyapámnak a hitvallása, az valahol találkozik egymással. Én azt olvastam, hogy a Lukács Sándornak az arcpoétikája az, hogy igazat írni és igazul játszani. És valahol ez nagyon igaz, mert ő részben színész, részben pedig író-költő. És neki is hát ezek alapján a munka bírása, illetve a kitartása és a munka iránti szeretete, az találkozik nagyapámnak az életével, illetve az ő hitvallásával. Szalma Tamás Jászai Mari díjas makói származású színész méltatta az idei díjazottat. A Lukács Sanyi életpályája az, ami példaértékű. Én nekem volt szerencsém még egészen fiatalon és nagyon régen megtapasztalni az ő alázatát ehhez a szakmához, amikor 1978-ban, nehéz ezt kimondani, de ez az igazság, mi fiatal főiskolásként közelről nézhettük, ahogyan a Sándor összecsiszolódik Őze Lajossal. A hosszabb interjúkat megtekinthetik a Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban.